Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Kezdjük az aláírásgyűjtéssel, mert hogy indítottak egy aláírásgyűjtést a közvetlen elnök választásáért. Miért gondolják, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy Magyarországon közvetlen államfőválasztás legyen? Az ellenzék már két évvel ezelőtt is közösen amellett érvelt abban a választási kampányban, hogy közvetlenül kell választani a köztársasági elnököt. Az a természetes egyébként szerintem. A nép a neki járó jogot bizonyos megfontolásból a rendszerváltás odaadta az ő képviselőinek. Most pedig azt mondja, hogy tudok én ezzel a jogommal élni, én akarok vele élni, na az a 135 ember, majd én ezt eldöntöm, hogy ki legyen, mert ti döntöttetek eddig, de egészen pontosan Orbán Viktor döntött, most már háromszor, abból kétszer alkalmatlan ember, majd én döntök. Miért gondolja, hogy ezt gondolják az emberek, hogy majd ők döntenek? Egyrészt anno volt erről egy úgynevezett négyigenes népszavazás, nem ma volt már, ez egészen biztos, illetve hát meg is kaptam a Kocsis Mátétól, hogy Feri bá, ki is írtam valahova, amikor önök voltak kormányon, vagy a baloldal volt kormányon, vagy többségben, miért nem vetették ezt fel, ha ez a természetes, ahogy fogalmazott? Hogy 35 éve mit gondoltunk, ugye az egy fontos dolog, de hát nem nagyon irányadó a mai napra nézve. De az sem, amit a frakcióvezető úr mond, mert akkor a két legnagyobb politikai közösség és annak pártjai, beleértem a Fideszt is, egyetértettek, hogy közvetetten választuk meg az elnököt. Nem merült fel az a fajta legitimációs probléma, ami most felmerül. Kérem szépen, ő nem fogja tudni, nem is kell tudnia, tudja, hogy hogyan jelöli a Fidesz oldalán ma a köztársasági elnököt? Hogyan jelöli? Nem kell tudni, a nézőknek sem kell tudni, mondom nekik fejből, én csak azért tudom, mert most megnéztem. Egyetlen egy ember jelöl pártelnöki minőségében a frakciónak. Ez Orbán Viktor. Régóta így van. Egy nagy baj ez. Ismerjük a felépítést. Valójában Orbán Viktor személyes jelöltje a köztársasági elnök, és azt is látjuk, hogy három olyan embert sikerült jelölni eddig, akik nem tudtak önállóan cselekedni, és nem akarjuk megengedni, hogy még egyszer olyat jelöljön, aki egy újabb botrányban, akár újabb pedofil botrányban lesz érdekelt. Vissza az aláírás gyűjtésbe. A DK és a többi ellenzéki párt is annyi aláírásgyűjtési akciót indított már, és petíciót, talán mint égen a csillag. Nagyon-nagyon sokat, eredménye kevés volt ennek. Tehát nem látjuk az eredményeket, ez egy nagyon súlyos ügy, itt az államfő intézményéről van szó, és az, hogy hogyan válaszza ezt Magyarország. Ön szerint, ha nem gyűlik össze mondjuk elegendő aláírás, akkor nem veszél ennek a súlyát ez az ügy? Az ügy önmagában súlyos, drámai ez a kérdés. Még egyszer mondom. Ha kifejezhetik az emberek ebben a véleményüket, akkor ennek teret kell engedni. Beszéltem az egyik kollégájával az adás előtt kint, nézettségi csúcsokat döntenek önök, és mások is. Látjuk, hogy érdekli az embereket. Látjuk, hogy megint ott a bizalom. Hogy az érdekli, hogy köztársasági elnök választás legyen, vagy hogy ezt el lehet érni egy újabb aláírásgyűjtéssel. Ott mondok egy pár példát, ott volt a Kata. Gyűjtöttek aláírást a DK. Ott volt aláírásgyűjtés azért, hogy legyen 0%-os az áfa ideiglenesen az évvégéig, hogy segítsenek az embereken. Ott volt júniusban az az aláírásgyűjtés, hogy az Orbáni infláció ellen, az áremelkedések ellen. Mi lett ezekkel az aláírásgyűjtésekkel? A legfontosabb dolog megtörténik, hogy ez a mi országunk, és a mi országunk dolgairól szeretnénk véleményt mondani. Nem csak úgy, ha a fodrásznál ülök, akkor panaszkodom a másik kliensnek, hanem például úgy, hogy kifejezem aláírásommal, nevemmel, címemmel, hogy én mivel értek egyet. Ne becsüljük azt le, hogy az emberek szervezet formában saját véleményüket elmondhatják. Nem az önmagában a siker, hogy összegyűlik 100 000, mert amíg van parlamenti többség ennek a kormánynak, azt tesz, amit akar. Vonult már vissza ez a kormány nem egyszer, nem kétszer, olimpiában, vasárnapi bolt bezárásban, internetadóban, és szerveződik a vele szemben álló közösség, mert ez egy botrányos kormány és botrányos rendszer. Tehát ön azt gondolja, hogy ha elegendő aláírás sikerül összegyűjteni, akkor hát meghátrál a kormány, vagy megszavazzák azt az alkotmánymódosítást, hogy közvetlenül válasszák az emberek az államfőt? Én nem látok bele a kormányfőnek a fejébe, egy dolgot viszont ismerünk róla. Egyetlen egy dolog az, amitől ő meghátrál, ha erőt lát magával szemben. Miért történt mindaz, ami most történik? Két ok miatt történhet meg.
ebben a drámai pedofil botrányban. Vagy azért, mert azt látja, hogy tömegesen hagyják el az ő pártját a szavazók, láthatja ezt nyugodtan. Vagy azért, mert félti a saját bőrét, hogy a botrány eljut hozzá, amiért egyébként szintén jogosan félti. Ezért aztán azt javasoljuk az embereknek, hogy mondják el a véleményüket, hogy menjenek el tüntetni, adjanak támogatást a képviselőiknek, adjanak nekünk felhatalmazást, hogy azt mondhassuk, hogy 135-ök, ti nem bátrak vagytok, ti gyávák vagytok, adjátok vissza a jogot a népnek. Azért kérdés a kérdés a tüntetésnél is egyébként ugyanaz a kérdésem, hogy nem veszélyes a tüntetést szervezni a közvetlen államfő választásért, ha nem lesz kritikus tömeg jövő héten vasárnap. Tehát nem erodálja ezt a kérdést. Azt tudom mondani, az ellenzéknek egy dolga van folyamatosan, ami nem elvitatható tőle, hogy megteremtse a lehetőséget a választópolgároknak, hogy kifejezzék különböző módon a véleményüket. Mi az ő képviselőik vagyunk. A választópolgár eldönti, hogy ő eljön-e tüntetni, hogy aláír. Mi egy dolgot nem tehetünk meg, hogy nem nyitjuk ki a tiltakozás ajtaját és ablakát, és nem szervezzük meg a tiltakozás lehetőségét. Ez a mi dolgunk. Utána a választópolgár eldönti, hogy mit csinál. Meg fogjuk látni. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója reagált, és ön is előkerült ebben a reakcióban. Azt mondja, hogy Novák Katalin és Varga Judit többet tett az országért, mint a teljes baloldal. Az ember jellemét alapvetően nem egyetlen hibás döntés határozza meg, hanem sokkal inkább a felelősségvállalás, a cselekedeteivel való egyenes szembenézés. Közben a baloldalon még mindig az a Gyurcsány Ferenc fújja a passzát szelet, aki a saját állampolgáraira támadt 2006-ban, eddig az idézet. Ön nem vállalta annó a felelősséget az összödi beszéd után. Ricint ez nem így van, de mondok önnek ennél egy fontosabb dolgot. Egy pillanatra itt álljunk meg, azt mondja, hogy nem így van, vállalta ezért a felelősséget. Természetesen. Hogyan vállalta? Odaálltam a parlament elé. Megkérdeztem a többséget, hogy kívánjátok-e, hogy folytassam. Ez a felelősségvállalás. Vizsgálatok sokasága egészen bírósági vizsgálatig terjedően zajlott ebben az ügyben. De mondom itt ebben a lényeget. Gyáva, cinikus, menekülő próbálkozás. Úgy megpróbálni kibújni ebből az ügyből, hogy a kritikusokat minősítjük. Ez az ügy önmagában áll meg, függetlenül bármi mástól, kérem szépen. És mi a lényeg? Mi nem tudjuk, hogy vállalták-e a felelősséget, nem tudjuk, hogy valójában ők-e a felelősök. Elmondta... Két lemondás történt. És... Lehet, hogy lesz harmadik, és lehet, hogy jönni fog a negyedik. Igen, de Kubatov Gábor arra utalt, hogy ön viszont nem mondott le az összödi beszéd után. Az, hogy Kubatov Gábor mit mondott rólam, ami 18 éve történt, az érdeklen abból a szempontból, hogy megtudtuk-e, hogy valójában miért adott elnöki kegyelmet Novák Katalin. Nem tudtuk meg. Válaszolta miértre? Nem válaszolt. Tudjuk azt, hogy ki volt az, aki elvonta a köztársasági elnöknek a jogát, és rábeszélt, és csorbította a szuverenitását? Talán nem maga a kormányfő. Talán nem azért rohan ennyire mindenkit lemenni a saktábláról, nehogy végül kiderüljön, hogy ő adott felhatalmazást most is saját miniszterének, hogy hogyan kell viselkedni, hogy 98-ban is ő adott felhatalmazást saját miniszterének, hogy ne írják alá a kegyelmet. Most meg ő adott felhatalmazást, hogy aláírják a kegyelmet. Nem adott választ rá, hanem bármi történik tulajdonképpen, a Fidesz vagy a kormány tudja azt mondani, hogy hát Gyurcsány Ferenc. Ugye múltkor kérdeztem önt erről Donát Annával kapcsolatban, mert ez nem csak a Fidesztől kapja meg újra és újra, hanem akár a volt saját politikai szövetségeseitől, vagy éppen most Magyar Péter a Partizánban is előhozta önt, ugye Varga Judit volt félre, aki azt mondja, hogy amíg ön ott van, addig Orbán Viktor is ott lesz, és az ellenzék tehetne a változásért, de hát ön miatt nem tudnak. Igen, nézze, rólam elég régóta beszélnek, és azt a lehetőséget most szűkíteni fogom az ön számára, hogy amikor a 34 éves magyar sebzett köztársaságban ilyen botrányos történet kötődik a kormányhoz és az államfőhöz, akkor egy 18 évvel ezelőtti ügyről beszélgessen. Tudnélik, ma, amikor tegnap közel 1 millió ember nézte meg az elmúlt egy napban az ön által nevezett interjút, akkor az emberek nem arra voltak kíváncsiak, hogy mi történt 2006-ban. És amikor ön arra tesz kísérletet, hogy rólam beszéljünk, ne pedig arról, hogy itt valakik úgy gondolták, felelős vezetők, férfi emberek, hogy következmények nélkül be lehet nyúlni fiatal férfiak, fiúk nadrágjába, valakik azt az érzést keltették, hogy ezt meg lehet úszni, mert közel vannak a hatalomhoz, valakik megzsarolták ezeket a gyerekeket, akkor kérem szépen, mi történt 2006-ban érdeklen. Az az érdekes, hogy a kormányfő
A köztársasági elnök, a miniszter miért nem ad arra választ, hogy mi történt? Hát, hogyha a kormányfővel vagy a volt köztársasági elnökkel beszélgetnék, akkor nyilvánvalóan megkérdezném ezeket, de hogy erre mi a választ, az pontosan ön sem tudja, hogy a most jelen pillanatban senki sem tudja. Ezeket de ez a dolguk, tőle, hogy ezt kiderítsük. Bocsánat, folyamatosan felvetődnek ezek a kérdések, amire lehet, hogy az ország egyik felét érdekli, hogyha ön szervez egy tüntetést, akkor az jót tesz ennek az ügynek, vagy árt ennek az ügynek. Ez egy adekvát kérdés, én ezt azért kérdeztem meg. Igen, nyilvánvalóan ön tudhatja. Hogyha engem kérdez, akkor én azt hiszem, hogy igen. Tehát valójában ön engem nem kérdezett el a kérdéssel, hanem vádol. Márpedig az ön vádja... Az kérdés... távol áll tőlem a vádlás. Ó, nem. Kérdeztem. Az ön kérdése az a vád. És visszautasítom, hogy ön vádoljon akkor... Ez Magyar Péter és Kubatov Gábor vádja a volt. A politikai ellenfelém nyilván, hogy vádolnak, ha meg fogja kérdezni bármelyik, a kormány ellenzékéhez tartozó személyt, hogy mit gondolnak Orbán Viktor, azt fogja mondani, hogy Orbán Viktor tönkretette a hazámat. Ön nem hiteles kritikust mond, hanem az ellenfelemet megkérdezi, hogy mit gondolnak Gyurcsányról. Akkor, amikor Magyarországon áll a bál, hogy a köztársasági elnök és a minisztere, az Orbán kormányhoz köthető emberek pedofil bűnözők bűnsegédeit engedik ki? Egészen egy biztos, hogyha Kubatov Gábor ülne most itt, akkor nem őről kérdezném, hanem egészen másról. Nekem nem érdekel, hogy maga kérdezik. Térjünk vissza az államfőválasztásra. Miért gondolja ön és a DK, hogy a közvetlen államfőválasztás az jobb lenne, mint hogyha a parlament választja az államfőt? Mert az elnököké a jog, vagy az embereké a jog. Magyarázatot nem arra kell adni, hogy miért az emberek választák meg az ország elnökét, az ellenkezőjére. És valójában az történt, hogy Orbán Viktor, mert valójában ő jelöl, neki hajbókol ez a parlament, Orbán Viktor 3-ból 2-szer olyat jelölt, aki megbukott, ráadásul mind 3 jelöltje azt mutatta, hogy nem független. Orbán Viktor uralja a köztársasági elnök intézményt is. Az elnök akkor lesz csak független, ha függetlenül tesszük Orbán Viktortól és a mögött álló többségtől. Ugye közvetlenül választják meg az emberek az országgyűlés képviselőit, a parlamenti képviselőket, szavazunk rájuk, listákra is szavazunk. Ugye 2010 óta 2/3 választják meg a Fideszt. Egy közvetlen államfő választáson miért gondolja, hogy nem a Fidesz államfőjelöltjét választanák meg? Mert ugye minden fennáll, hogy a médiahelyzet, hogy jutnak el az ellenzék üzenetei, amit ugye szoktak mondani, a kampány lehetőségek, az ellenzék pénzszűkében van, most nem sorolom fel azokat az érveket, amiket szoktak mondani. Nekünk ezt nem kell előre eldöntenünk. Hát erről szól a választás. Tehát azt gondolom, hogy sem önnek, sem nekem nem kell elmenni, fogadást kötni, hogy ki fog nyerni. Ha az emberek választhatják a saját elnöküket, és úgy látom, hogy ebben a helyzetben, hogy független legyen az elnök, ettől az orbáni hatalomtól, ahhoz az kell, hogy kivegyük az orbáni hatalom kezéből a választás lehetőségét, ez pedig csak egyetlen módon történhet meg. Ha az emberek Orbán Viktor jelöltjét akarják megválasztani, válasszák meg. Akkor ez a vége a történetnek. Ha nem azt akarják megválasztani, én erre biztatom majd őket, odáig el fogunk jutni, azt fog mondani, hogy azt válasszák. A DK-nak lesz vagy lenne államfőjelöltje? Ugye van olyan párt, aki már megnevezett, illetve itt volt a Voxban az LMP frakcióvezetője, Kanász Nagy Máté, és azt mondja, hogy most azon dolgoznak, hogy lehet, hogy nekik is lesz, de jó lenne, ha lenne közös jelölt. Ma délután a parlamenti pártok közül az ellenzékon 5 frakció képviselői konzultáltak. A tüntetésről is közösen fogjuk szervezni a tüntetést, tehát ez nem a DK tüntetése, hanem a parlament ellenzéki pártjainak közös tüntetése lesz, és erről is beszéltünk. Több párt is ma délután világossá tette, legegyértelműen a DK és a Momentum, hogy elvileg szemben áll azzal, hogy ez a parlament válasszon elnököt, tehát nem vesz részt ebben a folyamatban, és amennyire láttam a többieket, döntés előtt vannak közvetlenül, mindenkinek megvan maga döntési mechanizmusa, erre nem megy. Nem lesznek ott a parlamentben, hogyha lesz, ez azt jelenti, hogy nem vesznek részt, nem fognak szavazni. Semmilyen módon nem veszünk részt. Illegitimnek tekintjük ezt a parlamentet államfő választás ügyében, és azt is mondom, hogy az új államfő csak fél államfő lesz. Azt fogja végig érezni, hogy az ország egyik fele nem hajlandó államfő
egyébként elfogadni őt, mert olyanoktól kapta a megbízását, akik egyébként azt az alkotmányos kötelmet, hogy az államfő független és nem telepednek rá, ezt nem veszik komolyan, ők bábot keresnek. A szóba jöhető emberek mind pártkatonák, illetve egy a miniszterelnökös személyében rendkívül lojális ember. Mi nem ilyet akarunk. Mi a kormánytól független, a néphez kötődő embert akarunk. Tudja, hogy milyen nevek forognak? A sajtóban tudjuk, csak hogy milyen nevek forognak, csak azt tudja. Na, egy picit más választás. Karácsony Gergely február közepét jelölte meg a pártoknak, hogy állapodjanak meg közös listában, közös jelöltekben, ahol nincs előválasztás, vagy ahol nincs megállapodás, ott pedig legyen előválasztás. Kimondható-e ma az, hogy nem lesz közös lista, vagy nem kimondható még? Nem tudom, hogy kimondható-e, fogalmam sincsen. Konzultálnak a pártok, nézd, a kormánypártnak még jelöltje sincsen. Nem vagyunk elkésve. Szerintem teljesen normális, hogy amikor ezen az oldalon sok szereplő van, akkor ott beszélgetni kell, beszélgetnek ezek a pártok, szerintem jól csinálják. De február 12-e van, tehát ugye a február közepére meg lesz az ennek a beszélgetésnek az eredménye? Én ezt nem tudom, de nem hagy bennünket a tatár. Még egyszer mondom, a kormánypártnak jelöltje sincs. Ne hajtsuk bele ezeket a pártokat valamibe. Én szerintem helyes, hogyha mi magunk sürgetjük magunkat, de nem kell kívülről elfogadni semmilyen nyomást. Természetes az... És ezt a nyomást Karácsony Gergely helyezte. Ó, nem, biztos... Higgy el, a DK-ra nem tud nyomást gyakorolni kívülről e tekintetben senki sem, mert van annyira öntudatos és büszke párt, hogy maga állapítja meg, hogy hogyan megy előre. Nem kér ebben senkitől sem tanácsot. Abban igaza van a főpolgármester úrnak, ha noszogat bennünket, hogyha sürget bennünket. Jobb az, hogyha tisztán látunk, de mi meg a magunk módján megyünk előre, hozzáteszem, ez aztán végképp nem rajtunk fog múlni. Van azért egy-két olyan... Hát város, nagyobb város, ahol úgy tűnik, hogy lesz vagy nem lesz előválasztás, nem tudjuk. Mi lesz Győrben, mi lesz Miskolcon? Ugye itt ezek vitás helyek. Nagyon helyes, hogyha van vita arról, hogy mehetne jobban a városnak a dolga, mint hogy most megy, akkor arról beszélgetnek emberek. Nem jó az a hihetetlen zárt rendszer, hogy amit megszoktunk a Fidesz alatt, hogy csak bejelentik a történéseket. A vita jó demokráciában. Jó a vita, hogyha a pécsiek, a miskolciak, a győriek arról beszélgetnek, hogy jó ez a polgármester, nem. Akkor legyen más. Ki legyen? Ő a jobb, nem? Ő mögötte ki van? Én ezt tartom természetesnek. 4 hónap múlva van az a választás. Ezt ne bajnak tekintsük, hanem végre a város dolgairól beszélgetnek a vezető választás kapcsán. Hála jó Istennek! No, vissza az aláírásgyűjtés, és akkor egy ilyen keretes szerkezet lesz. Meddig gyűjtik? Meg mennyien írták alá, vannak erre a friss száma, illetve meddig tart? A gyűjtés hivatalos időpontja az ma kezdődött, a túlbuzgók már tegnap elkezdték, akik éveken gyűjtenek, nagyon helyesen, viszik a választókerületek 106 szerte az országban. Nyilván nem tudom, ma meg tegnap délután elkezdettek itt. Amit viszont megnyitottunk online petíciót, az az egész életünk leggyorsabb növekedése, ott sok 10 000 van, az első éjszaka lett 20 000 aláírás. A csuda sem tudja, hogy mi lesz ennek a vég. Az látszik, nézze, bárhova is fordulunk, hogy évek óta először rázza meg valami ezt az országot, mert nem akarja, hogy pedofil bűnözők kerüljenek ki, de kikerültek ennek a kormánynak az ideje alatt embercsempészek is 2000. Ez a kormány kiengedi a bűnözőket a börtönből, nem pedig bezárja őket, hogy milyen világ lett ebből. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt volt nálunk.